Szervusztok, Pajtik! Sziasztok, gazdik! Hát mi hárman, ma is, mint rendesen minden nap, kimentünk a Görögdombra. Tegnap délután ugyan nem mentünk sétálni a szakadó eső miatt, de reggel bizony akkor is kim voltunk. Na, hogy szavamat ne felejtsem, tehát így szépen lassacskán bandukultunk ki a térre, a téren már voltak kint barátok, körülnéztünk, egy kicsit fényképezkedtünk, ittunk, ettünk, mulattunk, tulajdonképpen úgy kutyálkodtunk, ahogy az szokásos volt mindig. Hát tudjátok, a tegnapi szakadó esőnek megvan a maradványa, rengeteg víz van mindenhol, kutyák bőven tudnak inni, és játszottunk is, mert arra is igényünk volt, meg vedeltünk, mintha nem kaptunk volna otthon vizet. Nos, hát így telt a mai sétánk első része. Békésen, nyugodtan, sok kutyával, és igen nyugodt állapotban. Így játszadoztunk békésen, nyugodtan, mikor csak egyszer, hogy-hogy nem, Rózi egy galambot fogott. Egy olyan galambot, aki pofátlan módon oda repült hozzá. És bizony Rózi hamar elintézi. Loki próbálkozott nála, hát ha meg tudja tőle szerezni, de neki nem sikerült. Rózi kinyilvánította. Ez a galamb az enyém, nem adom. Aztán jött Topsi. Topsi egy elegáns mozdulattal, míg Rózi nem figyelt oda, megszerezte. Övé lett a galamb. No, itt már azért a galamb nem volt teljesen sértetlen állapotba, enyhén szólva is kilógott már belőle némi alkatrész. De Topsi nagyon boldog volt vele. Anyja gazdája hiába próbálta megszerezni tőle, jó ideig nem adta. Aztán egyszer csak-csak, hogy nem, de azért sikerült egy gazda anyunak elvenni tőle, s azután Bencét megtámadta. Szinte nézzétek, meg akarja enni, ott ül rajta, Jézusom, és ha beleharap, hát ez történt velünk ma, képzeljétek. Így bizony. Nagyon elfáradtunk, rettenetesen sok dolgunk volt, de hát tudjátok, ez a kutya élet, így megy ez nálunk. Aztán persze jött a 9 óra, és elindultunk. Mi egyik irányba, többiek másik irányba, feloszlott a kutyafalka. Elindultunk hazafele. Hazafele menet még meglátogattunk egy pár nagy kupac levelet,
itt megpróbáltuk elhinteni az üzeneteket, illetve megtudni, mi történt a nagyvilágban másuk. Így értünk haza. Ennyi volt a mai filmünk lényege tulajdonképpen. Hát ez történt ma velünk. Sziasztok, Pajtik, sziasztok, Gazdik. Jó szórakozást kívánunk filmünkhöz.